Újnbechid ve Baal HaSulam, במאמר Tehát jó שנכתב reggelt בספר ישעיהו mindenkinek. 56, אנחנו קוראים בטור ב' בדבר המתחיל וגם בהתאר. שאלות ניתן לשאול באתר קבלה Baal HaSulam לעמוד egy cikkét olvasuk, 800 ezer lélek című שאלו במהלך השיעור. cikket. כתבי בעל הסולם, A Kabbala המדבר TV-n keresztül kérdések lehet föltenni. Lecke során. דבר המתחיל וגם בהתאר. Tehát Baal HaSulam a bölcsei gyümölcse, 600 ezer lélek. Ezt olvasjuk tovább, amit tegnap elkezdtünk. És amikor Izrael egyetlen lelke megtisztul az összes bűnétől, föl tudja magát vonni az acélot világához, ahol a lelke generációi teljesé válnak. Ez a jelentése annak, hogy az egyik függetlenné válik a másik, másik függővé válik a másiktól, azaz ilyen módon képesek lesznek megkapni a szentséget, amely már természetesen generációk ezelőtt is így volt, de nem találhatott fel az ő számukra. Azaz ebben a generációban a személyes gondviselésnek a lezárása következik, és a kollektív gondviselés tárul fel. Ezt majd itt elmagyarázza. Ezeknek a szavaknak a tartalmai szinte felfoghatatlanok, hiszen ugyanaz a lélek, amely megtisztul, valóban egy hatalmas törekvésként jelenik meg a generációban, és az egész generációt felemelheti annak érdemei szerint. Ez a jelentés annak, hogy Mózes egyenlő a 600 ezerrel, mivel ő volt a hithű pásztor, aki ugyanabban a szentségben volt, mint amiben majd az egész generáció lesz. Illetve volt, ezt megelőzem. Ezt is tanuljuk, hogy a parcuf szempontjából ez így kell, hogy működjön. Tehát nem lehet kevesebb a rosban, ilyen szempontból, mint a gufban. Tehát mindenféle szándékok kell, hogy megjelenjenek. Tehát csak a resimóknak megfelelően jelennek meg pontok. És hogyha a rost nem számolja ki, akkor a gufban nem jelent meg semmi az adakozás érdekében. Azaz a teljesen megjelenik minden egyes részletben, és az összes lélek egyetlen állapotban egyesül. Azaz, hogyha mi, mindannyian, a legkisebb cselekedetben egyesülünk, akkor az általános korrekció felé elindulhatunk. Ezt a cselekvést úgy hívjuk az egész rendszernek a korrekciója, amely rendszerben semmi más nem létezik, mint a rendszernek a végső befolyása, és a formaegyezés, ahol a legkisebb cselekedeten keresztül is megnyilvánul a rendszer működése és a rendszer változása. Ezért azt is látnunk kell, hogy mindannyian milyen képességekkel rendelkezünk annak érdekében, hogy előre haladjunk a korrekció felé. És hogy visszatérjünk a spirituális gyökérhez, ezért az összes csoda a teljes utazás alatt a világban, ami megtörténik a 600 ezer év alatt, ezt minden egyes léleknek meg kell tapasztalnia. A jó lelkek a szentségnek a részeit vonják magukra, és a lelkek gonosz részei pedig az ellenkező befolyást. Azaz mindenkinek át kell menni a saját összes szintjén, tehát a saját lelki gyökeréhez vissza kell korrigálnia magát a törött állapotból, föl kell emelkedni a korrekció végén a Rosdari Arikampéhoz, és ezen mindenkinek át kell menni a saját lelkének megfelelően, és ilyen módon kell a rendszert korrigálnia. És az idő változásai generációknak tekinthetők, azonban minden egyes generációnak megvan a maga ítélete, és az értelem, ami megítélje őt, mivel a szentséget az adott időben, adott mértékben tudja a generáció megszerezni. És ebből kifolyólag minden egyes lélek valóban magára kell, hogy mondja Mózes, Áron, Sámuelnek, Dávidnak és Salamonnak a lelkét, amelyen belül eljöhet az az idő, amikor megtapasztalhatja ezen lelkek eredményeit. És a egyiptomi kivonulás során, és a Tóra megszerzésekor Mózesnek a lelke megjelent, a 7 év
ובבניין המקדש נשמת שלמה המלך ואבן. בויונגás alatt Józsuának lelke, és a templom felépítésekor pedig Salamon királyé kérnek. Ezek nem az egyéni sorsodnak felelnek meg, hanem a szabálynak megfelelően. Amikor azt mondjuk, hogy a spirituális láthatatlan, amilyen mértékben mi elnyertük a lélek érzékelését, Izrael teljesége elnyerte ezt, mivel mindenki az egyéni érdemével Izrael teljes érdemét növelte. És ezért abban az időben, amikor valaki ezeket a csodákat elnyeri, akkor megkapja önmagában a lélek bőségét, de ami feltárul, az nem csak a saját nevében tárul föl, hanem Izrael teljessége irányában is. Rab. Idáig világos? Világos? Kérdezzetek! Van valami kérdés? Na. Rav, el tudnám magyarázni, mit jelent az, hogy az hogy minden generáció a saját bíráinak megfelelően, a saját ítéletére megfelelően működik, és hogy minden generáció a saját idejében működik? Mi a teljes folyamatot felosztjuk, magyarra? Ez ugye 6000 évre osztjuk ezt fel, és mindenki minden egyes szinten cselekszik, minden szinten mindenki, ez a korrekció maga, és az adott szintet kell, az adott pontot korrigálja mindenki. A kérdés tehát az, hogy az én lelkem, és általánosában az összes lélek, hiszen nincs több, mint egy lélek, de mindeközben mindenki a saját másikba foglalkozottságát korrigálja. Tehát ezért számomra a Mákudain szófát, tehát ti Mákudain szófotokat érzékeljetek, és így tovább. Tehát amikor én azt mondom, hogy egy bizonyos állapotában vagyok a általános rendszernek, az nem tud másképp föltárulni számomra, mint ahogy ebben a világban létezem. Tehát én korrigálom, amire képes vagyok, tehát egészen az életem végéig megpróbálom korrigálni a saját generációmon keresztül, a saját állapotomon keresztül, ami minden generációnak történik minden egyes állapotban, a lelkemtől, és csak most tudom korrigálni, és akkor ez a lélek minden generációval felemelkedik, reinkarnálódik. És ez minden alkalom azt jelenti, hogy szinte egy végtelen erejű, folyamatos korrekciót jelent, azaz nem öltözik be ebbe a világba, hanem egy másik testbe öltözik, és így tovább. Azaz, amikor én korrigálom magam annak érdekében, hogy mindenféle formában megjelenik az Ibu Janika Samuhin ebben a világban, én ezt a saját gyerekem gyökerét megteszem meg az összes generációban, vagy elegendő, hogyha van egy inkarnáció, amilyen korrigálom magam a teljes rendszer irányába, és akkor ezt egyszerre korrigálom. Tehát mi történik itt, magyarabb? Az idővel kapcsolatosan és a generációval kapcsolatosan, ezt kérdezz. Miért így nézel rám? Te mi történik valójában? Nem tudjuk. Te jó megválaszolta. Tehát mi a saját lelkünk gyökerét korrigáljuk minden alkalommal, a mi cselekedeteink viszonylatában. Tehát senki nem tud többet vagy kevesebbet korrigálni, ami nektek időnek jelenik meg, különleges időnek, különleges helynek, különleges világnak, ez csak nektek nyilvánul meg, és ti a saját különleges történelmi időtömben vagyok, vagy pedig az egész feltárat úgy is, hogy egy rendszer teljességét látjátok, ami nem viszonyul az időhöz, a térhez, egyáltalán semmihez. És az, hogy hol fogjátok felfedni magatokat, a saját edényetekben, a saját személyes fejlődésetekben, kizárólag,
Tehát világ nincs rajtatok kívül, tehát a ti lelketekben nyilván a világ, nincs tér és idő, fizikai idő, hanem egy rendszerben vagy, amit azt kell korrigálnotok, semmi többet. Lehet, hogy én különböző időkben is korrigálódok, ez lehet, az azt jelenti, hogy a saját állapotaimat korrigálom. Tehát nyilván ez nem úgy működik, hogy kívülre állok és nézem a világot, mert amit láttok, az azt, amit kívüli, magatokon kívülinek látok, valójában a ti lelketekben zajló folyamat, és a kérdés az, hogy ti hogyan viszonyultok a folyamatokhoz, és sokkal fontosabb, mint amit láttok, a folyamat maga nem is létezik. Tehát nincs idő, állapotok vannak. Semmilyen idő nincs a spiritualitásban, tehát ha ti elértek egy állapotot, hogy korrigáljátok a külső rendszerrel szembeni hozzáállásotokat, tehát amikor kiléptek önmagatokból, és a szeres felebarát, mint önmagadba beléptek, amikor összekapcsoltok és korrigáljátok magatokat egy olyan fajta módon, hogy teljes egészében egyesültök ezzel, akkor a korrekció végéhez viszitek a saját lelketeknek a megfelelő edényeket, és ott már nem lesz idő. Tehát akkor ilyen lesz 2000 évvel ezelőtt, vagy jövőben, nem lesz ilyen dolog egyáltalán. Ez csak a történelem a mi agyunkban fut, sehol máshol. Ezért, amikor mi elérjük ezt, akkor elérünk mindent, az összes lelket, Mózes, az összes bölcset, mindent el lehet érni benne. Mert nincs idő. Egyszerre lehet itt és ott. De mit jelent az, hogy minden generációra megvan a saját ítélete? Van egy rendszer, amelyet mindannyian fel kell fedezzünk. Ez egy törött rendszer ám. És a mi hozzáállásunkkal magunkat tudjuk korrigálni a rendszerrel való kapcsolatunkban, és a rendszert önmagát is mint a korrigálnak. Azonban valójában, hogyha a saját hozzáállásomat korrigálom a rendszerhez, akkor észre fogom venni, hogy a rendszer tökéletes. Az egy szofnak a rendszerét látom. Csak a saját helyemet nem látom jól a világban, nekem magamat kell felfedeznem. És nekem úgy kell felfedeznem magamat, hogy én a Malchut vagyok, az Ein Sof fényével kitöltve. Akkor ki fogja ezt meghatározni, ki fogja eldönteni? A fény és az edény, azaz a Malchut Ein Sofja. Ez jelenti a teljes rendszer aktiválása. Amarta, lifnei kama yamim, se Európa egia le nekudat al-chazor. Néhány nap ezelőttről azt mondta, hogy Európa eljutott a pontot, elért azt a pontot, nincs visszafordulás. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy nincs spiritualitás. Akkor hogy kell ezt a kettőt összeegyeznem? Tehát én azt mondtam, hogy Európa nem tud visszatérni ahhoz az állapothoz. Tehát, és nem is fog az iszlám befolyása alá kerülni, de hatni fog az iszlám rá. Erről beszéltünk már. És a mi korrekciónak nyilvánvalóan egy bizonyos történés az mentén kell megtörténni. Tehát Európa, nekünk azt jelenti, ez ami történik, egyesíteni kell minden embert, aki a kapcsolat irányába szeretne előre haladni. Hogyan tudjuk ezeket egyesíteni, hogyan tudjuk ezeket elvinni a korrekciót, hogyan tudjuk őket egyetlen testként összekapcsolni. Mert ez a tikkun, a korrekció maga, és senki nem lehet a másik ellenében. Tehát tény, hogy ellen vagyunk ennek, annak, amannak. Ugye ezek ideiglenes érzések. Ugye ezeknek, akik tanulnak, ezeknek a mi irányunkba kell fordulnia, muszáj. Tehát ilyen szempontból kell megtisztítani a világtól, a világot attól a szemét halmaztól, amiből a korrekció nem tud kilépni. És hogyha ezen keresztül mi a Izrael gyermekei, legalább egy kismértékben elviszük, közelebb viszük egymáshoz, tehát
A saját ellenségeik ellenében is ezt meg tudjuk tenni. Ugye Izrael nemzetének az ellenségei, ezeket mind, ezek ellenében, tehát ezek megjelenek, akkor ezek ellenében való egység segít egyesülni Izraelen belül. De látni kell, hogy ez még nem adakozás, hanem csak a kezdete valaminek, amiből nyilvánvalóan az embereket majd el kell rendezni, valóban elkezdjék érezni azt, hogy a világ felelősséggel tartoznak. És csak minden egyes segedet végén fogjuk tudni látni, hogy, és megmutatom mindenkinek, hogy a kapcsolaton keresztül, csak is a kapcsolaton keresztül tudjuk az ellenségeinket távol tartani magunktól, és akkor az emberek vissza fognak térni oda, amit el lehet térni ezen a kapcsolaton keresztül. Ez a mi célunk. És ezek az ellenségek, amiről beszélünk, azt mondják, hogy jó, rendben van. Köszönjük, hogy ezt a korrekciót végrehajtottátok. Tehát nekünk akkor arra most is jön, hogy lássuk a folyamat, ami történik, és a folyamat által mondjuk, amely támogatja a teremtés gondolatát. Tehát akkor ez nem véletlenszer, ami Európában történik, hanem amikor azt mondja, hogy nincs visszatérési pont. Ismert mondja, hogy ez a folyamat már több ezer éve előtt is ismert volt, a proféták le is írták. Tehát a mi forrásainkban van ez leírva, a mi autentikus eredeti forrásainkban, amelyek több ezer évre visszamenőleg születtek a Tórában is. Le van írva. Például Izmael idejében, aki elérte ezt a profétai állapotot, írt erről. És most láthatjuk, hogy amiket leírtak, hogy valósul meg. Le van írva a napok végén, mi történik, és ebben a folyamatban vagyunk. Meg kell, hogy értsétek, hogy elértük a történelem, az írott történelemnek a vérét, a végét. Nyilván lehet, hogy van ilyen évtizedenek, nincs jelentősége a valódi végéig. Bálászalám azt mondja, hogy mi a messiás idejében élünk, az utolsó generáció idejében. De mit tesz Izrael ezzel az információval? Hogy fogjuk ezt feldolgozni? Izraelnek meg kell értenie, hogy ami történik. Eznek megvan az oka, hogy miért történik, ezek a dolgok szükségszerűen történnek, és mi ebben az előre meghatározott eseménysorozatban kell, hogy dolgozzunk. Hogyan tudunk ebben dolgozni? A Tórán tudunk dolgozni, a Kabala bölcsességén keresztül, és csak is az egységén keresztül tudjuk a külső történések hatására felemelni az egységet, tudunk egységre lépni, mint Ábrahám idejében, összekapcsolódni egyetlen emberré, ahol jó befolyást adunk egymásnak, és ezáltal önmagunkat és az egész világot egy nagyon egyedi és vágyott állapotra, amelyet korrekciónak nevezünk. Oké, mondja Jákob. Tehát akkor a helyzetet, hogy nekünk korrigálni kell, de így van, magyarok. Tehát korrigálnunk kell azáltal, hogy összekapcsolódunk, és így magunkra vonjuk a reformáló fényt. Nincs semmilyen más korrigáló erőben a világban. A világ kizárólag a negatív erő által lesz különben korrigálva. Tehát a világ nem tud magától korrigálódni. Mindig egy erő lép be ebbe a korrekcióba, amely nyilván azt jelenti, hogy a jövőben még nagyobb törések fognak feltárni. Oké, de akkor hogyan lehet erőltetni, ha kapcsolódjunk? Tehát az első... Tehát először van a félelem, akkor egyesüljünk, ugye? Ez ismert, ez így van. Minden innen indul, ezért mondjuk azt, hogy ez segít valami ellen. Mit jelent, mi ellen? Hát azt, hogy a gonosz feltárul, az emberek félnek, és akkor a kapnakarás látszik, hogy semmit nem akar, mint kilépni ebből a gonosz hatásból, és a helyes irányba fordulni.
De nyilvánvalóan hátulról kell hajtani ahhoz, hogy ez egyáltalán megtörténjen. És nyilván azt jelenti, hogy reformáló fényre szükség van, és jön ez a csekket kell végrehajtani. Elő, hátul, előre. Tehát, hogy leszünk képesek magunkra mondni a fény. És akkor ezen a módon két erő nyilvánul meg. Na, de nekünk meg kell elégedni kell a helyzetet? Hiszen ez egy, ami most történik Európában, hiszen ez jó. Ez intellektuálisan nehezen megérthető. Mi tudjuk Rabbi Akivának a történetét, aki boldog volt és nevezett, amikor látta a templom lerombolását. És ez a hatalmas belső elmondás akkor volt, amikor a templom körül sétált, és azt mondta, én nem hittem volna, ez megtörténik, de ez azt jelenti, hogy a profécia elkezdett beteljesedni. Azaz én látom, mondta Rabbi Akiva, hogy ha ez meg tud történni, akkor biztos vagyok benne, hogy elkezdjük a korrekció vége. Úgyhogy ez emiatt boldog tudsz lenni, akkor felemelkedtél Rabbi Akiva a szintjére. Motimó. Én azt gondolom, mondja Moti, hogy lehetetlen. Tehát nekünk másra is kell, másra is szükségünk, mint a reformáló fény magunkra rángatására. Igen, a barátokra van szükséged, mondja Rab. Tehát a fény maga jó lenne, ami vonzana téged, de a barátok arvutott hirdetnek feléd, a kapcsolatban elkezdenek húzni. Oké, de rajtam túlmenően. A szenvedés nélkül egy lépés nem fog lépni. Hát de neked hatalmas szenvedésed van, de ez a szeretet szenvedés, amikor eléredett, hogy magadra tudod ezt vonni. Oké, de az általában állandóan benne vagyok, ebben rendben van. Tehát, és élvezed ezt? Hát valamennyire igen, mondja a motivot. Na, de hogyan lehetséges az, hogy ebben vagy? Különböző periódusokban van. Így van, mondja Botival. Tehát a probléma az, hogy neked így is folyamatosan előre kell adnod, de ez a barátokon keresztül lehetséges, a környezeten keresztül, a környezet csak a környezeten keresztül. A környezetnek egy állandó érzést kell adni az adakozásra, a szeretetre és a kapcsolatra. És ez az, amit majd megad neked a környezet. Ez olyan, mint egy kapacitás, egy kondenzátor. Ez egy állandó adakozás egy helyesen megfogott hiányra. De mi a feltétele a környezet szempontjában ennek? Hogy ez befolyás jelentett számodra, meg a többek számára. Ennek pedig egy állandó érzésnek kell lenni, hogy ez az erőt érezem, ez állandóan befolyásol téged folyamatosan. Tehát folyamatosan, mint a gravitáció hatása alatt vagy ennek. Tehát mi tudjuk azt az ellentmondást, hogy tehát, hogyha valami állandóan vontat engem, tehát ha alszom, ha nem alszom, leváltam erről, vagy nem, akkor én azt érzem, hogy állandóan húzva vagyok, nem tudok ebből kilépni, szívvel és lelkemmel, állandóan egy ilyen húzott állapotban kell lennem, és akkor ez azt jelenti, hogy a csoport vonz engem. Tehát nyilván néha nem tudok ezen túllépni, tehát néha vonszolni kell engem, és akkor én is húzom magamhoz közel őket. És akkor semmi probléma nincs. Na, tehát Balaszolám leírja, hogy valójában mi egy középsápa vagyunk, se felgyorsításban nem vagyunk, se az időben a leállásban nem vagyunk, mi teoretikusan abban a pontban vagyunk, ahol kizárólag a húzásban tudunk lenni, egy állandó erő kell, ami állandóan befolyásol bennünket, mint ez Mózesnek az ereje. Szeretném, hogy nem szeretném, hogy vonzani fognak. Tehát ez az erő az, amelyik ugyanaz az erő, amit a teremtő megnyilvánul, ezért mondjuk a Mahud Ein Szof, az a teremtés teljes célját hordozza, és a teremtés megvostása pontosan a csoportban így lehetséges. Hogy kell, hogy befolyásolnak engem? Hát állandóan éreztem, hogy a csoport vonz engem, ezért kérdeztem az elején, hogy
Mit jelent a feltársadás, amit Bálát Szalán mondott? Tehát ez egy kombináció. Nem. Én nem akarok semmilyen kombinációt. Én együtt akarok lenni a barátaimmal, maximálisan ön átadni magam, és folyamatosan a saját erőmön keresztül is egy ilyen vonzottnak akarom érezni magam, hogy ugyanabban az irányba menjek, mint a többiek. Ez lehetséges, mondja Rab, de az a minimum, hogy ne engedjétek el a célt. Mert anélkül nem fog engem semmi befolyásolni, a közösség se fog befolyásolni. És ez egy igazi probléma, ezért nem szabad törődnöm semmivel, hogy mit kell publikálnom, milyen cselekedetet kell kinyilvánítanom. A legfontosabb dolog, amit meg kell vastanom, hogy a csoport annyira tud erős lenni és befolyásolni engem folyamatosan, amennyire én ebben a vonzási falban benne vagyok. Ez egyetlen cél, hogy kimenjek terjeszteni. Kérdeztem még valamit a terjesztésről? Kicsit vár még. Efraim a szövegről. Rav, én szeretném folytatni ezt a dolgot. Szeretném azt a szájúságot követni, amit eddig mondott ön. Az emberek mondják, hogy valami történik a világban, valami Európában mozog valami erő. Tehát most valami történik, egy ilyen megrázást lehet érezni. Az emberektől hallom itt Izraelben is, hogy mi vagyunk talán azok, akik ezt az egyensúlyi állapotot elő tudjuk idézni a világban. Tehát akkor most én folyamatosan azon gondolkodom, mondja Efraim, hogy minden szándékunk, ami megnyilvánul Izrael története óta, egy egységre irányulhat végre, és a moszkvai csoport, aki nagyon erős csoport, ezt a vonzást megvalósítja. Tehát én azt látom, hogy az első részben a helyes imáról beszéltünk, aztán a három vonalról. Én szeretném adni nekünk egy irányultságot a helyes imához, hogy hogy tudunk ebből az állapotból kilépni, amiben most van a világ. Tehát, hogy az emberek megértsék, hogy miért van szükség arra, hogy egyesüljünk, és ezt ki tudjuk nyilvánítani, ezt az elhívást. Én értelek téged, mondra, nekünk belül össze kell kapcsolódni, és az emberek megértsenek bennünket kívül, de ez így együtt nem fog dolgozni. Tehát nekünk most arra van szükségünk, hogy hogyan, megértsük, hogyan kell kapcsolódnunk az egész világcsoportnak, a kongresszus körül, ahol mindannyian tényleg egyetlen körbe vagyunk összeforva, és ebben a kapcsolatban felfedezhetjük a kapcsolatnak a lényegét. A kapcsolatnak a lényege az egyetlen hatalmas összefort vágy, ahol mindenki teljes szívvel elnyeli azt az egyetlen hatalmas kölcsönös szívet, amivel a teremtő feltárul. Hát ez az, amit tennünk kell, nem kell törődnünk semmi mással. Tehát ennyi. Én nem vagyok semmi másban érdekelt, tehát ezekben a napokban kizárólag egy dolog érdekel, hogyan tudunk egyetlen vágyban összekapcsolni. Egyetlen vágyban azt jelenti, hogy nincs semmi más ezen kívül, és én nem szabad, hogy magammal foglalkozzam, én az általános vágyat kell, hogy érezzem mindenkivel. Azaz, ez az én értem és az én szívem, amely teljes egészében ebben elmerülve, és akkor felfedeztem ezen a kapcsolatrendszeren belül az első spirituális szintet és a felső erőt. Mit igényel mindez? A kérés kizárólag a teremtő feltárulását igényli, hogy boldogok legyünk, hogy ezt elérjük. Na akkor ez a kongresszusnak a végső célja? Így van, semmi fontosabb, nincs mindez. Tegnap mi egy új terjesztési dologba kezdtünk. Én több száz barátommal együtt csináltuk. És hallott már önnek valamit visszajelzést erről? Nem, küldjétek el nekem ezt. Mi mindig cselekedetekről beszélünk, hogy hogyan tudunk az emberek felé fordulni.
és nem arról szól, hogy ki milyen benyomást kap kívülről, hanem a kérdés mindig az, hogy hogyan tudjuk mi együtt magunkat abba az állapotba vinni, hogy egy pozitív, szükségszerű cselekedetek jelenjenek meg ebben az országban, hogy ezeken a fajta cselekedeteken keresztül valóban meg tudjuk szerezni az egységre irányuló benyomást. Tehát küldjétek el nekünk, nekem az ajánlásokat. Dudinak ad oda. Timur Isztambulból kérdezi. Tehát mi a dolga az iszlám országokban lévő barátoknak Izraellel kapcsolatban? Mi a különbség, mondja, hogy ti ott éltek, vagy itt éltek? Tehát előtte is voltak már ilyen tanítványaink, akik iszlám ország voltak. Én nem a valláshoz kötődik, vagy a nemzethez. Hát mit érdekel engem, hogy törökök vagytok, vagy iszlám országban laktok? Hát mit számít ez? Tehát mi kapcsolatról beszélünk a világ összes nemzeteivel. Minden különbség nélkül, hogy Bálaszalom leírja a béke cipkében, hogy lényegtelen, hogy te ki vagy, milyen színed van, milyen vallásod van, milyen nemzetiséged van. A kapcsolat ez fölött áll, az összes különbség felett, a bolygón lévő összes különbség felett. Fölé kell emelkedni, a föld fölé, és többé le kell válni ennek a félelmeiről, hogy ki hol lakik. És az általános malkutban kell laknunk, ami magába foglal mindenkit. Milyen fajta kérdés? Timur, ezt kérdezi? Ha meg vagyok döbbenve, mondja rá. Na, mi van még? Válaszolom, a teremtés céljáról kérdez, hogy az egész emberiség kivétel nélkül egyesülnie kell, legyen fekete, sárga, és minden különbség nélkül, ugye ezt írja válaszolom, idéznek közben. Te nem világos ebben a cikkben, hogy miért a gonosz tudja korrigálni a világot, tehát a kapcsolat szempontjában miért fontos ez? Azért, mert egy internetrendszer vagytok, tehát ha én korrigálom a saját hozzáállásomat a világot, az teljes általános rendszer, ez az egyetlen lélekhez, akkor ezáltal én beleszek foglalva mindenkibe, és mindenki pedig ebben a korrekcióban lesz. Ezért mindenkinek valóban egy bizonyos felébresztésben kell lenni a korrekció irányába. Az összes kabalistának korrekciót kell végrehajtani bennünk, bennünket kell felébreszteni, ezért kell nekünk a korrekcióra ráébredni. Miért? Ez egy folyamatos felébresztés felülről lefele. Tehát, ha valaki ilyen módon megtette már a felébresztés nélküli korrekciót, az nyilván csak egyedi lelkekre volt lehetséges. De nem világos, mondja a srác, hogy hogyan fogja a gonoszságban az egyedi lelkek felfedezni, az jó. Tehát a gonosznákonak a felfedése, ez hogyan lesz korrigáló erő? Én a gonoszt fel fogom fedezni önmagamban, mondja rá, önmagamban. Hogyan tudom én ezt korrigálni? Na de hogy tudom ezt elérni, hogy ez előnyös legyen? Hogyha ti fölemelkedtek a csoportnak, a csoporton keresztül, magatokra mondjátok ezt a gonoszt, fölemelkedtek, akkor megkevetek a reformáló fény, ami ugyanazt a gonoszt lenullázza a csoporthoz való kapcsolatokban, és akkor ez a gonoszról ki fog derülni, hogy ez tulajdonképpen az összekötő erő. Oké, na de ezt általában fedez fel? Nem, én fölfedezem az irítséget, az elutasítást, a visszautasítást, és én föléjük emelkedek, azáltal, hogy én bele vagyok olvadva a csoportba, mert ugye még kollégálatlan vagyok, de én akarok egyesülni, föl akarok mindenek emelkedni, akkor az FSZ-nak megfelelően magamra mondom a reformáló fényt, és mit fog csinálni a fény? Dolgozik rajtam, és hogyha én ezt a gonoszt korrigálni akarom, akkor ugyanaz a kapcsolat, amit el akarok érni, még az a gonosz el is választ engem, a reformáló fény pontosan abban a pontban fog dolgozni rajtam, ahol lenullázza majd magát, és akkor ez megfordítja, a korrekció pontjára fordít engem, és működött engem. Ezért az összes gonosz,
ami feltárul, azt meg kell csókolnom, csókod meg a botot. Igen, megcsókol a botot, neked egy csoport kell ehhez. Hát ez az, amit nem értettem. Neked hálásnak kell lenni, áldanod kell a gonoszt. Ó, de jó, hogy feltárult, milyen izgalmas, hogy ezt látom, hogy feltárult. Ez a hatalmas mennyiségű szemét, ami én vagyok. Tehát, mintha lenne bors és só a kajába, a gonosz, ami megfűszerez neked mindent. Na, de hogy lehet ezt elérni, ezt nem értem. Neked ahhoz kell kapcsolódnod, hogy még a gonosz is a kapcsolat felé tol téged. Na, de hogy lehet az egész világot korrigálni? Nem, nem, nem. Neked nem a világot korrigálni, magadat. De a gonosz nélkül, amely nem tárul föl benned, enélkül nem tudod korrigálni magadat. Nincs más eszközöd, mint a gonoszságod. Mindenkinek van a gonoszsága. Magyarul, hogyha te nagyobbnak látod magad a barátodnál, akkor a gonoszságod is nagyobb. De mi az, amit felfedezel? Ha te majd tudod a frankót, ugye neked nem kell, hogy megmondják, akkor bizony te gonoszabb vagy, mint a többi. És honnan végig ez erőt? Sehonnan ne vegy erőt, magyarabb. Kér. Alávetettség és kérés. Na de kérek előtt a bot csókolgatásához, Rav? Hát az egy előző állapot, tehát annak érdekében egy rágyere, hogy nincs más választásod, mint az, hogy belefoglad magad a csoportba, és valóban magadra mond a fényt, és ezáltal korrigáld a jót, vagy a rosszat jóvá. Tehát a gonosznak minden megnyilvánulása, ami megjelenik, ez azért kell, hogy téged elvigyen a korrekcióra, és így érezheted meg a kapcsolatot, ezt a fajta dolgot próbáld meg elképzelni, milyen fajta intenzitása kell a gonoszságnak, a visszautasításnak, ahogy a teremtő felé fordítson téged, annak érdekében, hogy valóban elérd a szeretetet. Csak és kizárólag a feltáruló gonosz erejével találod meg a szeretetnek az alapját. Tehát, hogy megértsd, hogy pontosan mit kell feltárolni, amit Bilám Balak, hogy a többi neve a gonosznak, amely Hámán megnyilvánulása, amit bármi benned feltárul, gonosz, azt egyszerűen elkerülhetetlen, és amilyen gyorsan lehetséges, kérnünk is kell a gonosz feltárulását, különben fizikailag fog megint ez a gonosz újra és újra, az egész világ ellenében csapásokat mér az emberiségre. Akarsz amit kérdezni? Hát, hogyne. Nekem sovarom kell a fényre, az ápon keresztül, ami sötétséget mutat, az értelmfetti hídben, amely lenullázódás, mant emelek, és akkor kapok egy lehetőséget, hogy felemelkedjen. Rav, megpróbálja értelmezni ugye ezt a kijelentést, de te, ha nem is értelmfétében, nem tudod felemelni az alapodat, bár úgy tűnik a számodra, hogy ott sötét van az alapban, amikor ez kapcsolód, akkor valóban a fényért csináld az egészet. Az a tény, hogy te úgy látsz engem, hogy sötét vagyok. Már a tanár esetében ez általában nem szokott lenni, de tételezzük föl, hogy jön egy elutasítás, sötétnek látsz engem, de akkor neked ezen az elutasításon túl kell emelkedned. Képes vagy ezen túl emelkedni? Ön kérdez engem? Mondja a srác, igen. Hát én lenullázom magam. Van emelésével. Nem, mondja rá. De hogyha ez neked nem értékes, nem fogod megtenni. Hát hogy tudod magad lenullázni, ha nincs meg a fontosságot? Hát engem nem tartasz fontosnak, miért nullázodnál lefelém? De a csoporton keresztül. Az elrejtett teremtő felé lehet azt nullázodni? Hát fel, nem, ön felé. Nem. Hidd el, én negatív vagyok, tétező fel a te szemedbe. Tehát tétező fel, hogy negatív, hogy tudnám felém lenullázódni?
Miért nem kérdezse? És tudjuk képzelni a fiú aranyos. Jó, de abban a pillanatban, amikor már nem az én spitás magasságomat látod, akkor engem egy banda vezérnek lát. Tehát olyan felé tudsz lenullázódnak, én magasan van a te szemedben. Nagy fel a szemedben. Tehát én ellentétes leszek, én piszkosta fogok látszani minden számításban. Semmilyen értékem nem lesz. Tehát kizárólag ezt látod, akkor nem tudsz felém lenullázódni. Ezt nem te tetted, a teremtő. Na de én nem látom őt nagynak, meg a barátokat, hogy nagynak. Akkor miért lennék itt? Azért, mert a denevéred megérzi érten a sötétséget. Hát azért ülsz itt, mert látod, hogy mindenki milyen nagyszerű? Hát gondold már végig ezt, gondold végig. Hát de valójában nincs itt senki, csak én meg a teremtő. Oké, tudá, tudá. De én a teremtő próbálom látni rajtuk keresztül, köszönöm. Le kell ezt tisztázni mindenkivel, magának. Egyébként van ebben valami, amit mondtak. Tehát tegnap egy különleges nap volt. Különleges feladatot kaptunk. Alá kellett vetnem a barátoknak. Hát Nadu Talecki sajnál egy tanácsot. Tehát én azt láttam, hogy minden napra milyen fajta terveket írtok az előadásra. Én ezért mondtam, amit mondtam, hogy részt vegyetek ebben, ez volt a lényeg. Lehet, hogy más csoportot kéne már keresnem rajtatok kívül. Komolyan mondom, hogy a Fidigel mondja neki. Tehát a kérdésem, מסוגלת לתת אז זה באמת ככה hogy דחף שיש משיכה אבל valóban érezzük azt a hatalmas szándékot, ami vonz bennünket egy közös helyre a napközben is. Azaz mondja rá, mindenkinek éreznie kell napközben, hogy valami nem hagyja nyugodni, ugye? Erről van szó, hogy valami, ami kinyomja őt az egyensúlyból. Jó, folytassátok. A kérdésem az, hogy tegnap én azt mondtam, hogy minden nap újítsunk meg valamit magunkban. Tehát te mi az az új, amit mindig hozzátunk adni ez a feladathoz? Én nem érzem már a tegnapot, mondja rab. Én nekem fogalmas is, hogy mit mondtam tegnap. Milyen célról mondtam. Tehát ha komolyan akartok engem kérdezni, akkor az érzékelési hiány az, ami most számomra egyértelmű. Tehát én azt mondom nektek, hogy ismételjétek meg a dolgot, nem miattam. Nem tudok ennél többet mondani. A következő lépés az, hogy érezzétek ezt, hogy bele tudjatok ebbe öltözni, hogy valóban képesek legyetek részt venni ebben, hogy érezzétek, mi történik. Ez egy dolog. A másik dolog, és ezt komolyan mondom, hogy úgy lépjetek be a kongresszusra, hogy minden felkészülésben benne vagytok, azaz folyamatosan emiatt aggódjatok csak. Tehát egy kölcsönös támogatásban lejtek mindenféle cselekedetben. Nem tudok többet mondani erről. Ha van itt egy spirituális cselekedet, és valaki nincs ebben belefoglaltatva, akkor nincs semmilyen más befolyási lehetőségünk. Oké?
אומר שקודם כל כבר יותר מוסר וכנס דניס או הלפוורל קופצ'אבון מזמין את כל מי שעוד רוצה סאס חוטוון אמבר ילנד כזאת שימבו בבקשה אז אפשר עדיין יהיה לעזור ולתת תשובה מה אומר אותו שונאב שעדיין רוצים וצריכים לנצל את היום לפנות להלפ חבר או יו אפליקציות כי הוא עניינק תת מידם בראטו כל כך שיהיה וואן יריע אותו כה הלפוור הז מיגמה הוא יוצא את הוקי איתנה קונגרסו שלה אוי וואן Én remélem, hogy valóban képesek leszünk segíteni sok embernek, vagy majdnem mindenkinek. Mert amikor neki segítünk, magunknak segítünk. Oké, magyarul. A Tükör kongresszus lesz itt Petah Tikvában. Elkezdtük a tartalom csoportot létrehozni. Egész Izraelből a barátokat várjuk ide. Ez volt az ő javaslata. Én hallottam, hogy vannak csoportok Izraelben, ahol egy része ide akar jönni, a csoportnak egy része nem. Én azt gondolom, mondja rá, hogy ez, aki nem akar ide jönni, ők nem tartoznak a csoporthoz, miért nem jönnének ide legalább egy napra? Tehát a legtöbb embernek legalább egy nap szabadsága lesz. Gyertek ide reggeltől este legalább egy napra. És aztán este menjetek haza. És aztán maradjatok otthon. De egy napra legalább foglaljatok bele magatokat egymásba. Miért nem akartok ide jönni, mondja rá. Hát nyilvánvalóan legalább egy órára, vagy másra legyertek ide, aztán menjetek haza. Ezt ajánlom mindenkinek, és bárki, aki jön, ide jön, az nem maradjon ott a csoportjában, jöjjön el ide, még ha csak két-három ember is marad otthon, mindenki más ide jön, rendben van, hagyjátok őket, ha nem akarnak jönni, majd akkor maradjanak, De a lényeg az egység, hát amire csak lehet legyetek együtt a kapcsolatban. A kapcsolat intenzitását, ez pedig ez adja meg. Én maga nagyon ajánlom ezt mondja. Tehát lehet, hogy valaki másfajta számításokat végez, az végez, hát nem tudok, hogy csinálni. Oké, de az egyik ok, amiatt számításokat végeznek az emberek, talán az, hogy mi lehet az előnye, ha ide jönnek. Tehát hogy magyarázzam el nekik? Tehát az emberek, akik ide járnak, látják, hogy mennyire hasznos ez. Ott, hogy mindenki összekapcsolódik, kajálnak együtt. Együtt élik meg a Yeshivat Haverimet. Ez nem 5-6 ember egy teremben. Ez egy hatalmas intenzitás. Én ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Tehát aki ide jön, csoport, vagy egy csoportnak a része, egyének, jöjjenek. Oké. Folytatta ezt, amiről beszélünk. Tehát mi ma egy szociális feladatot kaptunk. Tehát az erős tükör kongresszuson valóban megpróbálják egy erős tükör kongresszuson bevonzani Izraelből mindenkit. Én azt ajánlom, magyarra, hogy jöjjön el mindenki ide. És akkor befejezzük. Ezzel befejeztük a leckét, szép napot, nincs bejelentésünk. Sziasztok! רוצים לחבר את המחשבות למחשבה אחת בינינו בלב אחד כמו משפחה אל מטרת חיינו ללופן
time.